az idősek világnapja alkalmából hagyomány, hogy a város időseit egy műsoros vacsorával köszöntik a Kösely ZRT éttermében. Idén pár nappal korábban, de nem kevesebb szeretettel várták az időseket, kora estében nyúlóan szórakoztatva őket e jeles nap alkalmából. Kellemes, késő nyárias, meleg napsütéssel köszöntötte a Kösely ZRT-be érkező időseket szeptember 29-e. Mint a megjelenteket köszöntő polgármester is elmondta, ez nagy szerencse, de közel sem véletlenül van így. Már hosszú évekre visszagondolva mindig szép napsütés van így idősek napja alkalmából, és én azt gondolom, hogy az égiek meghallhatták, hogy nem kellett még túl borús és sötét képet festeni. Ez a nap, ez azért világít ránk, hogy hirdessen, hogy mi is élünk, hogy élni szeretnénk még sokáig, hogy jól érezzük magunkat itt a Földön, hogy szép és így kerek a világ. Egy jeles alkalomból az október 1-én ünnepelt idősek világnapja apropóján gyűltek össze a város széli étteremben. Ebből az alkalomból, vagy ezen címen szeptember-október folyamán nagyon sok rendezvényünk van, amivel köszöntjük az időseket, hiszen egyrészt feladatunk is, másrészt pedig azok, akik hozzánk járnak, akik ledolgoztak egy életet, szeretnénk azért megköszönni nekik, és egy kicsit szórakoztatni őket. Szerintem olyan 200-250 meghívót biztosan kiküldtünk, elég sokan visszajeleztek, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki el is szokott jönni a rendezvényre. Azért előfordul időseknél, hogy az egészségi állapotuk, vérnyomásuk, bármi, jön egy olyan hirtelen állapot, ami miatt már nem tudnak részt venni, de általában azért ez ilyen 150-200 körül szoktak lenni. Most már évek óta hagyomány a Város Esélyegyenlőségi Programjának megfelelően, hogy próbáljuk a város felé nyitni. Meghívókat tettünk ki, plakátokat a város szerte, próbáltuk az időseket megkeresni, szomszédokat, hogy lehetőleg ne csak a mi velünk kapcsolatban álló idősek legyenek itt, hanem a városban, aki szeretne eljönni, még képes arra, hogy ide jöjjön, egy kicsit szórakozzon, mulasson velünk, lehetőleg minél többen itt lehessenek. Jó hangulat szokott lenni. Valamikor régen azért ez olyan 9-10 óráig úgy ropták itt a táncot, meg roptuk a táncot. Ma már meg kell, hogy mondjam, hogy rövidebb ideig szokott tartani, mert ahogy egyre több a 80-90 éves idősünk, klubtagunk, azért ők már annyira nem nagyon tudnak sokáig. Tehát inkább énekelnek, de miután megkezdődik 3 órakor, bizony azért egy 5-6 órás program azért már eléggé elfárasztja őket, és már mindenki vágyik haza a saját kis kuckójába, de addig viszont nagyon jó hangulat lesz. Úgy gondolom, ma is már meglepetés vendégünk lesz táncol, Lisztel Sándor lesz és a Vadrózsa együttes fog táncolni, úgyhogy egy óra hosszás műsorral köszöntjük őket. A Központ klubjába járó idősek természetesen nagy lelkesedéssel vettek részt a programon. Közülük többen rendszeresen mulatoznak az október elején esedékes vacsorán. Piroska néni tavaly külön köszöntötték, mivel ő a legrégebbi klubtag. Azóta ez a tény nem változott, hiszen nincs más, aki 1993 óta rendszeresen járna a klubba. Már olyan, mint egy öreg bútordarab, épp csak leltárban nincs véve. Én itt annyira szeretek lenni, sokkal jobban, mint otthon. Sokkal jobban. Minden, mikor már reggel felkelek, azt nézem, na, hány óra, menjek a klubba. Minden nap olyan nincs, hogy klubnapon, minden nap. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon szeretek itt. Nagyon kedvesek a klubvezetők is, a dolgozók is, mindenki. Tehát egy szó annyi, mint száz, hogy nagyon jó. Akkor ha nénit keresnénk, akkor a klubba keresnénk. Igen, mert most nem volt jó a tévém, azt mentem bejelenteni, azt mondják, mikor jöhetnek. Mondom, akár mikor jönnek, de elég telefonon szóljanak, mert én nem vagyok kötelező helyen, de egész nap oda vagyok a klubba. Meg is tanáltak.
meg is tanáltak, úgyhogy tudják, hogy nem köteles vagyok menni, de én csak ott érzem jól magam. A kisbaráti társaságokba szerveződött klubcsoportok közül az egyiknek a pedagógusok a tagjai, akik 6 éve csatlakoztak a központ klubjához. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon meglepődtünk, mert olyan változatos programmal találkoztunk minden hónapban. Van olyan alkalom, amikor a 8 hétből 5-6 alkalommal mindig van valamilyen meglepetés. Itt elsősorban gondolok a ünnepségekre, mert minden alkalommal megemlékezünk minden ünnepről. Ez talán egy kicsit még vonzóbbá is teszi a tagokat, mert mindenki néz a programot, és akkor mondjuk, hogy na erre érdemes elmenni, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, és sikerült összekovácsolódni. Néha-néha a kezdet-kezdetén volt egy kis összezördülés, de szerintem olyan minden közösségbe előfordul. Igen, nagyon jó a közösség, vannak idősebbek és fiatalabbak. A fiatalabbak közé tartozom én, mert még csak néhány éve vagyok tag, de nagyon szeretek oda járni, mert az idősek is 80 év fölött, 87 évesek a legidősebbek, olyan fiatalosan mozognak, és olyan szépen el lehet velük beszélgetni, megértjük egymást nagyon. Így nem csoda, hogy a több órás mulatozáson olyan jól érezték magukat. 5 főt külön is köszöntöttek, ők már több mint 90 évet tudhatnak a hátuk mögött. A megjelentek mind jól szórakoztak, lelkesen tapsolva fogadták a tiszteletükre rendezett műsort.